Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis, hát legyen podcast féleség. Tele van az internet ugye Call of Duty Ghost-tal, ha bár zajlik a Gamescom, és tele van mindenféle fasz a játékokkal, hanem mégis Call of Duty-ról zeng az egész internet, mert hát ugye új év, új Call of Duty, és hát mit láthattunk? Ugye láthattunk egyelőre egy trailert, ez hát nem csak az, mindjárt rátérünk a lényegre. Láthattunk egy trailert, ami hihetetlenül jól meg volt csinálva, és jól is nézett ki, tehát így volt benne ugrabugrálás, és izgalmas jelenetek, jól kinéző jelenetek, jól kinéző fegyverek, és már majdnem azt hittem, hogy Levolution is volt, amikor jött ott a cumemi az egyik pályán, mondom, mi a fejnek történik ezzel a Call of Duty-val, és egész jóra megcsinálták. Aztán ugye hát az ember elkezd utána nézni jobban a történeteknek, kicsit jobban belemélyülni a témába, úgyhogy hát lássuk, hogy most én nagyjából mit láttam ezzel az új Call of Duty-val. Kezdjük így a nagyvilág hírével, ahogy nézem, az emberek nem panaszkodnak rá, és azt mondják, hogy eléggé izgalmas, tehát így a média is így várja tulajdonképpen ezt az új Call of Duty-t, és egész izgalmasnak tartják. Még fennállhat az esély arra is, hogy MV3 óta először talán újra izgalmas lesz ez a bizonyos Call of Duty, és eddig így állunk, és én is elkezdtem jobban nézegetni a videókat, mert azóta sok-sok-sok multiplayer anyag került azért föl internetre, és így nézve jobban, olyankor ugye az ember kinagyítja egy kicsit a képernyőt, YouTube-on elkezdi beleélni magát. Hát mit láthatunk azért ettől a Call of Duty-tól? Tényleg, ugye beszélgettünk mi itt a TNA tagokkal, hogy hú, hát milyen lehet ez az új Call of Duty. Hát mindenki azt mondja, hogy tiszta Crysis. Nem mondanám tiszta Crysisnak, én inkább tiszta Titanfallnak mondanám, mert ugye aki jobban belemélyed egy kicsit az Infinity Ward és Activision közötti kapcsolatba, az Infinity Ward még 2010-ben az MV3-mal valami ilyesmit akart már akkor csinálni, mint ez a kod. És az Activision úgy, ahogy volt, lekapcsolta az egészet, és azt mondták, hogy nem. És valószínűleg ebből is eredt az, hogy az Infinity Ward és Frank Zampella és a teljes Infinity Ward majd, hogy nem átment az EA-hez, és megcsináltak a Titanfallt, hogyha már nem lehetett ugye a kodot ilyenné átalakítani. Erre most ugye kijött ez az új Call of Duty, és úgy néz ki, hogy most tényleg egy kicsit fel akarnak zárkózni ez a Titanfall-os dihoz, mert hát azért a Titanfall-nak megvolt a maga sikere. És így ered most, hogy kapunk egy Call of Duty Advanced Warfare-t, amiben lehet csúszkálni, felhozva természetesen ezeknek az exo ruháknak az ötletét, amik engedik ezeket a képességeket, amik, hogy őszinték legyünk, tehát az, aki játszik a Titanfall-lal, az úgy látja is, hogy ez egy tök jó ötlet, és marha jó meg van csinálva, és most már itt is lehet láthatatlan lenni, és a többi, és a többi. Beraktak néhány tök jó új játékszert, mint például egy ilyen Riot Shield féleséget nyithatsz magad elé, hogyha rád lőnek, és a fegyverek jól néznek ki, a killstreakek egész jól néznek ki. Amit akarok mondani, ja igen, hogy hát a perk rendszer, a killstreak rendszer, a feloldása a fegyvereknek, perkeknek, stb. Teljesen Black Ops 2-sre van megcsinálva, sőt a teljes szisztéma Black Ops 2-re van csinálva, tehát ilyen berakadsz két perket, vagy három perket, aztán ilyen fegyvert, olyan fegyvert. Maga a kinézet, tehát ahogyan összerakhatod a karakteredet, mert lassan átmegy addig, hogy a hajszálakat külön beszíneztetett, hogy annyira egyedi legyen az egész. Nem tudom, hogy a Call of Duty valójában erről kellene, hogy szóljon, de végül is egy jó aspektusa az egész játéknak, hogyha tényleg valami egyediséget tudnak belevinni, hogy őszinte legyen, meg valami nagyon szép színes fegyvereket, amik legalább távolról láthatóak és könnyebb kilőni az ellenfelet. De tényleg nagyon egyedire lehet szabni a karaktereket, az exo ruhát magát is nagyon egyedire lehet szabni, és különböző színekkel a fegyvereket természetesen. A perk rendszer teljesen úgy fog működni, mint Black Ops 2-ben, ami hát nem tudom, kicsit furcsa volt elsőre, de aztán meg lehet szokni, és ki lehet belőle jó dolgokat hozni. Tehát esetenként
két perket is be lehet majd rakni. Ahogy néztem, hogyha killstreakekről van szó, itt nem killstreakek lesznek megint csak, hanem score streakek, és négyet is be lehet rakni, tehát most nem lesz ez a három szisztémet, tehát úgy néz ki, hogy akár négy ilyen score streaket is be lehet lakni, ebben még nem vagyok biztos, de ez majd kiderül egyelőre, azt tudtam levenni a videókról, hogy akár négy score streak is belefér majd a buliba. Játék mechanizmusa, tehát őszintén szólva, tehát ugye másnak tűnik. Azért mondom, hogy csak tűnik, mert tényleg csak tűnik, tehát benne van-e most ez a dupla ugrás, láthatatlan és kicsúszás téma ebbe a Call of Duty-ba, de a core játék az akkor is dettó ugyanaz. A másik, ami ilyen nem pozitívom, őszintén, a fegyverhangok, az mint hogy csak így Black Ops 2-ből átültetve Advanced Warfare-re, tehát megint ilyen szögbelövő fegyverhangokat kapunk, ahogy nézem, mert valahogy nem tudom, tehát tényleg megint csak az lesz az érzés az embernek, hogy a szögbelövővel játszana. A pályákra, amiket láttunk, azok hát, ahogy elnézem, szokásos kotpályák, jól össze vannak rakva, az a sosem volt gott Call of Duty részről. Megint csak ott tartunk, hogy a core játékmenet, az akármennyire izgalmasnak látszik ezzel a lefelugrálással és efféle játékkal, akkor is egy core Call of Duty maradt. Tehát ugyanaz a Call of Duty maradt. Tehát aki szereti a Call of Duty-t azért, ami... akkor ezt is szeretni fogja, aki nem szereti a Call of Duty-t azért, ami azt nem fogja ezt sem szeretni, hiába van benne ez az ugrabugrálás, mert ez annyira sokat nem változtat. Főleg azért, mert ugye például, hogyha összehasonlítva egy kicsit a Titanfall-ban megvan például ugye a falon futás is, az ami lényegesen alakítja át a játékot, nem is az, hogy dupla ugrásokat is láthatatlan lehet lenni, tehát lényegesen, de gyakorlatilag a maga a parkűrözés az, ami lényegében átalakítja az egészet, és gyorsabbá teszik. A másik meg az, hogy igen, a pletykák szerint úgy néz ki, hogy hát ez a Call of Duty egy kicsit gyorsabb is, mint a többi eddigi, azt mondják, bár a Black Ops 2 is a maga nevében elég gyors volt, hogy azt mondjuk, de szerintem valami ilyesmi tempót fog felvenni. Nézve így már sok-sok videót, és újra nézve sok-sok videót, így azt mondom, hogy a tempó hát még mindig nem közelíti meg a Titanfall tempót. Azt mondjam, tehát megvan az a maga kodnyugis tempója, hogy ezt mondjam. És a core játékmenet, a rush része, a sniper része, mind ugyanaz, csak megvan egy kicsit fűszerezve ezzel az ugrabugrálással, kicsúszással, láthatatlan vagyok dologgal, ami annyira nem is láthatatlan, mint ahogy. Nos, mit akartam mondani? Úgyis akkor kérdezhetitek, hogy mi az Isten nyiláért éri meg mégis megvenni ezt a Call of Duty-t? Hát van benne egy csomó új kütyű, és a jövőben játszódik. Igen, tudom, a Ghost is a jövőben játszódik, de ez úgy még jobban a jövőben játszódik. És van benne egy csomó új kütyű, a killstreakek izgalmasnak néznek ki, majd szerintem hamarosan arról is jönnek fel videók, és de izgalmasnak néznek ki a killstreakek, a fegyverek, neki jó hangulata van, tehát jó kicsit ilyen jövőbeli shooterekkel játszani, hogyha már a PC-sek legalább nem játszottak a Halóval, csak az egyel meg a kettővel, de így igazából semmi olyan nagyon extra, tehát új kütyük, új fegyverek, új pályák, és double jump, tehát ez várható most az új kolonit, amitől úgymond megéri megvenni, és egy más. És valóban más lesz, mint a Call of Duty, mert ez így tényleg ilyen nincs most a többi Call of Duty-ban. Viszont valahogy mégis megőrizte magát ez a core játék mag, ez megőrizte magát, hogy ugyanaz mégis. Hiába van ugra-bugra, mégis ugyanaz az egész. Nos, ugye most ez a Call of Duty az, ami igazán next gen. Tehát ez most szép, tényleg jól néz ki, igazán next gen. Ám a multiplayerre mondják azt, hogy mégsem olyan szép, mint amilyennek kéne lennie. Úgyhogy ettől ne jegyetek meg, tehát nem lesz nagyon szép. Megint csak ez a Call of Duty multiplayer, megint csak nagyjából ugyanúgy fog kinézni, tehát hozza az igényes grafikát, nem arról van szó.
de nem lesz kiemelkedően szép, mondjuk, mint egy Crysis, Battlefield, stb. Természetesen ennek megvannak a maga okai is, szóval ezen ne lepődjetek meg, maga a Call of Duty egy kompetitív játék, és ugye, mint olyan versenyekben is játsszák, és eléggé hülyén néznek ki, hogyha különböző speckó effektek miatt, amik a szépségét adják egy grafikus motornak, amiatt lőnének le, vagy nem vennéd észre az ellenfelet, mert a szemedbe süt a nap, szóval mint olyan a Call of Duty kompetitívságát megőrizvén, lebutítják egy kicsit a grafikai szintet, nem beszélve arról, hogy a Call of Duty mint olyan a féle garanciát vállal a maga 60 FPS-ére, és azt bizony azért egy full felturbozott grafikai motorral nem igazán lehet elérni, úgyhogy egyrészt ezért is, hogy konzolon tartsák a 60 FPS-t, ezért egy kicsit mindig búdítanak multiplayerre a grafikából. A másik meg hát remélhetőleg, hogy PC-n azért sokkal jobban fog kinézni, mint Xbox One-on, mert azért mégiscsak PC, szóval valószínűleg a maga high resolution, vagyis hát nagy felbontású képminőségével sokkal jobban és szebben fog kinézni. Nos, nagyjából ennyi pletykám van most az új Call of Duty Advanced Warfare-ről. Ti is láttátok, hogy néz ki, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Szeretném tudni, hogy ti hogy láttátok ezt az új Call of Duty-t. Ti is ugyanazt látjátok, mint én, hogy egy kicsit a maga a core, a magja a játéknak ugyanaz, csak éppen meg van fűszerezve az ugra-bugra kicsúszás dologgal, bár, és hogy őszinte legyek, aki eleve nincs hozzászokva maga a double jump, meg az ilyen apró dolgokhoz, az is kifejezetten jól fog tudni boldogulni ebben a játékban, hiszen a magja ugyanaz. Nektek is volt egy kicsit Black Ops 2 utó érzetetek, főleg így a fegyverhangok, fegyverek terén, pont kiírás, a perk rendszer és fegyver feloldási rendszer, szintlépési rendszer az teljesen Black Ops 2, tehát ez nyilvánvaló, ez nem titok, ezt abból így egy az egybe átültették, úgyhogy mi várható most az új Call of Duty-ból? Megéri ennyire újra megvenni, tehát hogy újra ez legyen, hogy most kapunk egy double jumpot, megint csak ugye egy kicsit csavartak az egész történeten, kaptunk egy double jumpot, még jobban a jövőbe helyezték ezt az egészet, és most ez az új Call of Duty, és ez az újítás, és hát na mindegy, majd meglátjuk. A single player biztos, hogy epic lesz, tehát én még nem csalódtam kód single playerbe, azt nagyon is várom, és nagyon is kíváncsi vagyok rá. Nos, osszátok meg velem gondolataitokat, segítsetek nekem, mi legyen októberben, legyen új Call of Duty a csatornámon, vagy ne legyen új Call of Duty a csatornámon, mert én ugye mondtam, hogy hát nem akarom ezt nagyon megvenni, hogyha csak valami olyasmit nem változtatnak, de őszintén leszek veletek, én most újra kíváncsi vagyok erre a Call of Duty-ra, tehát nem tudom mi a franc van, de ezt most így megcsinálták valami olyasmire, amire újra kíváncsi vált. Tehát pedig nem szeretem ezt a Black Ops 2-s rendszert, meg úgy nem tudom, de valahogy mégis kíváncsi vált tett ez az új Call of Duty. És kíváncsi, ti mit akartok? Na, lássuk, írjátok le, hogy ti hogy csinálnátok meg a dolgot, vagy szeretnétek-e látni új Call of Duty-t a csatornán, mert akkor mondjuk az 1v1 technikákat már az új Call of Duty-ban hoznám el nektek, most mondtam valamit. De igen, na, mondjatok valami értelmeset, írjatok oda. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!